És bizony ehhez nem csak egy mentális erő kell, hanem majd szükség lesz pénzre is, mind a magánemberi oldalon, mind a cég oldalon, hogy erre milyen megoldások vannak, és hogyan tudjuk ezeket a kihívásokat megugrani, arra hívtunk ma egy nagyszerű vendéget, aki a Bizalmi Kör Klub tagja, Patvaros István, akit már láttok is itt az élő adásban, és ővele fogunk egy kicsit pénzügyi kérdésekről beszélni. Szia István! Szia Peti! Hol vagy most, Egerben, vagy jól tudom? Igen, Egerben, az itthon berendezett mobilirodában. Tehát... Az Egri mobilirodában, ugye most biztos, hogy több mint egy méterre vagyunk egymástól, vagy több mint két méterre vagyunk egymástól, úgyhogy ez így egészségügyileg teljesen 100%-os, bár azt gondolom, hogy akkor sem nagyon lenne okunk aggodalomra, ha személyesen találkoznánk. Pénzügyekben, hogyha kérdeznétek Istvántól, akkor már most megtehetitek ezt itt kommentben, hiszen a Cashflow Mágnes alapítójaként ő, majd ő a pontos számot mindjárt elmondja, de havonta több száz magánembert és cégvezetőt tanít arra, hogy hogyan lehet jól kezelni a pénzügyeket, hogyan maradjon meg valakinek a cashflow-ja, hogyan legyen sikeres, ami a pénzügyeket illeti. És hát... ha valakitől, akkor pénzügyekben Istvántól érdemes kérdezni, úgyhogy bátran kérdezzetek tőle kommentben, közben már köszönnek is be néhányan, szia be, örülünk, hogy itt vagy, szia Bogi, úgyhogy István itt van, és akkor lehet tőle kérdezni, hogyha tetszik az, amit csinálunk, akkor dobjatok egy lájkot vagy egy szívecskét, hogy tudjuk, hogy érték az, amit csinálunk itt ezekkel az élőadásokkal, és osszátok meg ezt a videót, hiszen az biztos, hogy István gondolatai nagyon nagy értéket fognak képviselni. Na ennyit a felvezetésről, és akkor István, csapjunk is bele. Múlt héten, amikor beszélgettünk, hogy szeretnélek meghívni téged az élőbe, akkor mondtad, hogy te már Egerben vagy, de amikortól ezek az élők, ezek így a virtuális térben fognak történni, akkor számíthatunk rád, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Mesélj egy kicsit benneteket, hogy érint a kialakult helyzet. Először is köszönöm a meghívást, illetve, hogy lehetőségem van így is a távolból bekapcsolódni, hogy múlt héten nem tudtam ugye jelen lenni, amikor még a helyi stúdióban mentek az élőadások. Minket nagyon-nagyon, hogy mondjam, izgalmasan érint ez a kialakult helyzet, mert ugye mi teljesen offline módon tartjuk a programjainkat, oktatásainkat. Itt is van mögöttem a társasjátékunk, a Cashflow Magnet, nagyon sok bizalmi kör tagnak már lehetősége volt kipróbálni ezt a társasos keretrendszert, melynek keretében ugye egy 2,5 óra alatt 15-20 évnyi pénzügyi életet szimulálunk el. És komoly döntéseket kellett hozni két hete. Tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy mi is átállunk otthoni munkavégzésre, ez múlt hét hétfő óta teljes egészében zajlik is a kollégáimmal közösen. Ugye a háttérben dolgoznak többen kollégáim, plusz ugye mi országosan 35 moderátorral vagyunk jelen, és amit említettél is, hogy ezzel a vadi új társasos oktatási modullal már lehetősége volt az elmúlt 4-5 hónapban több mint 1200 játékosnak játszani, úgyhogy igyekszünk minél gyorsabban, minél több helyre eljuttatni azt az alapgondolatiságot, amit igyekszünk játékos formában a hétköznapi pénzkezelésben átadni. Köszönöm szépen. Menjünk bele egy kicsit a részletekbe. Ugye azt mondtad, hogy 20 évnyi pénzügyi szituációkat szimuláltok a társasjáték segítségével. Én nem tudom, hogy ebbe van-e koronavírus helyzet ezekben a szimulációkban, de az biztos, hogy most ez egy teljesen új helyzet. Tehát nagyon sok pénz állt meg, vagy vonódott ki a piacról, illetve nem is biztos, hogy pénz, lehet, hogy csak bizalom vonódott ki, és ezért a pénz megállt. Mi történik most körülöttünk? Segítesz egy kicsit megérteni ezt? Igen. Igen, pénz ugyanannyi van jelenleg, mint amennyi volt, hogy így fogalmazok a gazdaságban, csak nagyon jól mondtad, stabilan beállt nagyon sok helyen, hogy így fogalmazzak, és gondoltam, hogy erről a témáról, hogy munkaerő kontra tőke a második felében beszéljünk majd a mostani kis bejelentkezésnek. Én a likviditásról beszélnék egy picit az elején, hogy megértsük, hogy miért is van ez a szituáció. Ugye mindenki jelenleg tartalékol, mindenki bizonytalanságban van, és nem látja, hogy mit hoz a holnap, és fogalma sincs arról, hogy a termelékenységet meddig tudja folytatni, és igaziból, hogy a pénztermelő képesség tőke formájában mennyi idő alatt és mikorra fordul meg, mindabból, amit most ugye a munkaerő befektet és termel. Sőt, ugye sok iparágnál nem is tudnak már termelni se, úgyhogy ott végképp
lényeges dolog a likviditás területe. Nagyon sok nagy cégvezetőnek nyilvánvalóan a controlling terület segíti ezt a típusú folyamatot, hogy láthatóvá váljon, hogy mi az a következő időszaki bevétel oldal, ami biztosan bejön, mik azok a számlák, amelyeknek az értékét ugye várják. Itt nagyon fontos például a Markovics Béla is nyilván jelezte, hogy már nincsenek ezek a komoly keretek, amiket így adnak hosszú fizetési határidőre jelenleg akár a gyártók, vagy bárki, aki a piacon mozog, mert most az a legfontosabb, hogy a pénz útján én mennyire vagyok képes, hogy úgy mondjam, az egyensúlyt, a balanszt fenntartani. Tehát aki esetleg likviditással nem szokott foglalkozni, annak kiemelten fontos, hogy a második negyed évre kezdje el, tervezze meg, jövő héten itt van április 1-e, hogy mikor, milyen bevételre számíthat, mi most az egyenleg, hogyha bármit mozgósítani kell, mennyi pénzhez lehet jutni, hogy van-e például folyószámla hitelkereted, vagy a bankodhoz oda kell fordulnod, hogy ha bármi van, akkor tudj mihez nyúlni. Tehát rengeteg ilyen dolog van, amit lépésként meg lehet tenni annak érdekében, hogy ne okozzon váratlan meglepetés. Tehát ugye kiadásunk minden cégnél biztosan van. Tehát ha működünk, ott nincs kecmec, munkabér van, rezsi van, alvállalkozók, illetve beszállítóknak költségeinket ki kell fizetni. Tehát nyilván ezekkel kezdjük, és nyilván az, hogy most sok helyen van könnyítés járulékban és egyéb dolgokban, ezek nagyon szép és jó dolgok, de ezeket nyilván azért kaptuk meg, mert ezt fizetnénk ki a legvégén, mert az első, hogy az élő munka, a cégek agya, hogy így fogalmazzak, és hajtóereje, az meg kell, hogy kapja az ellenértéket, amit ugye pénzben mérünk, mert enélkül ugye nem fog tudni dolgozni. Ha nem tudja a családját megetetni, nem fog tudni teljesíteni, nem fog tudni a munkájára koncentrálni. Tehát ez az első rész, én azt gondolom, hogy légy szíves, a controllinggal, a könyvelővel egyeztesd a tavalyi évi, teljes második negyedévi cash flow szemléletben lévő bevétel kiadási oldaladat, vizsgáld meg az első negyedévet is, és jól gondold végig, hogy a következő 3 hónapodban mi fog történni, mert amíg nem tudod, hogy 3 hónapra a likviditásod rendben van-e, szerintem te se fogsz nyugodtan aludni. Tehát ez az első dolog, hogy lásd, hogy 3 hónapra, tehát 90 napra mi fog történni, és képes legyél egy olyan likviditási táblát összeállítani, aminél ha bármi módosul, akkor látod, hogy cashflow szinten hogyan fog változni. Ez az előző előadásban is elhangzott, és szerintem nagyjából ez mindenhol előkerül. Most a cashflow szemlélet a lényeg. Nem az, hogy majd akkor milyen értékű számlát hogy állítunk, és ez hogy fog kinézni az akárhol, hanem fizikailag mikor, honnan, mennyi pénz jön be, mikor, hova, mennyi pénzt kell kiadni. Ez most a legfontosabb. Ugye annál is inkább, mert hogy elképzelhető az, hogy már most érdemes lépni. Ugye tegnap, amikor előkészítettük ezt a beszélgetést, és beszélgettünk telefonon, akkor ugye mondtál azért néhány megoldást, hogy például, ha az adott cég nem számíthat komoly bevételre, de a korábbi működése alapján azért egy folyószámla hitelkeret az még megoldható, akkor ezekkel érdemes akár most azonnal lépni. Mondasz ehhez néhány gondolatot, vagy tapasztalat, javaslatot? Én azt gondolom, hogy a számlavezető bankodnál biztos, hogy készségesen fognak rendelkezésedre állni az ügyintézői, tehát az ügyintézői kapcsolatod, mert jelenleg ugye a bankoknak sem egy áldott állapot ez, amikor senki nem akar majd hitelt felvenni, például magánszemély oldalról. Ők is nagyon jól tudják, hogyha te, mint céges ügyfél nehéz helyzetbe kerülsz, akkor az neki kis bevételkiesés. Tehát igenis, most mint első lépés például folyószámla témában nyugodt szívvel kérhetsz hitelkeretet, ha esetleg nincs ilyened, fognak segíteni a bankodban. A legtöbb bankban megtörtént az az átállás, hogy most már váltott műszakban dolgoznak, tehát lefeleződött a létszám, ami azt jelenti, hogy megvannak a párok annak érdekében, ha bármikor, bárhol esetleg vírus ütné fel a fejét, akkor is tudjon működni a bank. Ugye a bankszektor nem tud otthoni munkavégzéssel dolgozni, mert ott rengeteg aláírásra, azonosításra van szükség.
nyugodt szívvel kérhetsz időpontot, fel fogja venni a telefont az ügyintéződ, mert ráér, nem ül előtte a sor, nagyon kevés ügyfél megy jelenleg be a bankba, úgyhogy fogsz tudni ezzel a témával haladni, én is segítek jelenleg is több ügyfelemnek, barátomnak, hogy hogyan tud egyről a kettőre most a likviditásába úgy lépni, hogy legyen egy előre mozdulása. Nyilvánvalóan jelenleg komplex témákban nem fogsz tudni érdemi eredményt elérni, tehát ha most ilyen nagyobb orderejű beruházásba, vagy fejlesztési, vagy növekedési hitelprogramba akarsz lépni, annak nem most van itt az ideje, most sokkal inkább szerintem az élő munka által megtermelt jövőbeni ilyen előkészített projekteket tudjuk csinálni, és ehhez a finanszírozást, azt nyilvánvalóan, ha egy kicsit itt szellősebb lesz a levegő, és újra elindul a vérkering, és akkor érdemes majd a pénzintézeteket meglátogatni. Oké, tehát figyeljünk a likviditásunkra, 3 hónapra nézzünk egy cashflow tervet, abba megállapodhatunk, ugye, vagy nem tudom, van-e erre lehetőség, hogyha valakinek nincs egyáltalán ilyen cashflow terve, akkor ha majd ezt a beszélgetésből készül egy cikk, akkor alatt a közé tehetjük a te elérhetőségedet, igaz István, hogy persze, akkor nyugodtan keressen bárki, akár cashflow tervezéssel, sőt, igazából most elég sok ismerősnek, cégvezetőnek segítettem az elmúlt időszakban pénzügyi tervezésben is, mert ugye hát ahhoz, hogy mi itt talpon tudjunk maradni, azért itt látni kell a likviditás mellett azt is, hogy milyen terveink vannak az idejére vonatkozóan, mit hogyan kell átütemezni, illetve az egy nehezebb dolog, hogy lássuk egyben a pénzügyi teljesítményünket, a kötelezettségeinket, tényleg mihez, hova, hogyan tudunk fordulni, illetve a terveink alapján milyen lépéseket teszünk. Nagyon fontos, hogy tényleg a kiadásainknál a sorrendkezelés, annak az ütemezése. És akkor itt át is kanyarodnék a munkavállalói oldalra, Peti, hogyha ez így rendben van, mert egy picit erről mindenképp muszáj beszélni, hogy az egy dolog, hogy én, mint a kapitány, harcolok a cég élén, és igyekszem mindenképpen elérni a változásokat. Mi is az elején kérdezted, mit teszünk. Említettem, hogy mi offline-ba dolgozunk, offline mennek az oktatásaink, viszont nekünk is azonnal lépni volt, lépéskényszerünk volt, úgyhogy például egy webshopot egy hét alatt gyorsan összedobtunk, amit igyekszünk olyan formán üzemeltetni, hogy nem csak társasjátékot lehet ott venni, hanem nagyon sok olyan önképzéssel összefüggésbe hozható könyvet, ahol célkitűzés, attitűd, önbizalom, pénzügyi tudás, és még sorolhatnám, milyen témákat vettünk gorcső alá, ami alapján igyekszünk minél több önfejlesztőnek, minél több tudatos embernek segíteni, és mindemellett igyekszünk egy olyan típusú dolgot hozzátenni, hogy mi is elkezdtük ezt a félórás napi oktatást, a különböző témákat, szépen megyünk végig, és például a mai nap a pénzöt szabályából a tőkeképzés, a folyamatos megtakarítás szokását, a pénz megtartását vettük végig, mert ugye alapvetően mi átlag hétköznapi emberekhez, már akár fiatal felnőttekhez szólunk, de mindemellett főként a KKV szektor cégvezetőivel dolgozunk együtt annak érdekében, hogy minél tőkeerősebb cégeket vezessenek, és ehhez kapcsolódóan, ugye, hogyha ha csinál egy ilyen pénzügyi auditot, amiben nyilván van egy kérdőjéves segítségünk, és utána tudok akár személyesen is segíteni abba, hogy akkor mik a kilátások, hogyan érdemes tovább menni, vagy egy-egy döntést ne halasszon az ember, tehát ezt is nagyon sokszor, nagyon sok cégvezető elmondja, a döntéseket vagy meghozzuk most azonnal, vagy lehet késő lesz már holnap-holnap után. Tehát ezek is nagyon fontosak, hogy legyen miből döntést hoznunk, legyen információnk, és hát a munkatársakkal, ha az őszintességet boncolgatjuk, akkor igenis őszintén kell tudnunk olyan attitűddel kiállni, hogy példát mutassunk. Mi is mondjuk el, hogy hogyan töltjük a szabadidőnket otthon, hogy milyen könyveket olvasunk. Hogy például a gyerekekkel kapcsolatban, ma is beszéltem több barátommal, és hallottam a háttérben, hogy azért a gyerekekkel nem olyan könnyű, főleg a kisebbek. Igenis, játszunk velük többet. Legyen meg a családi összhang. Tehát ne az legyen, hogy egymás agyára mennek a családtagok otthon, hanem igenis tudjunk élvezetes programot, minőségi időt a munka mellett is biztosítani a családtagjainknak, és lássák azt, hogy fontosak számunkra, akár egy filmnézéssel, akár egy közös társasjátékozással. Ennél jobb időszak nem lehet arra, hogy tényleg
a gyerekekre is figyeljünk, mind a mellett, hogy mondjuk a tanulmányaikba igyekszünk segíteni nekik, töltsünk minőségi időt velük, és ne a kockulás legyen a lényeg, mert sajnos a gyerekek azok nagyon sokat kockulnak. Azt látják, hogy mi is csak az internet előtt vagyunk, ők is azt fogják csinálni, de ha leülünk velük, játszunk, akkor élvezni fogják, és jönni fognak, hogy akkor mikorra, hogy ütemezzük be a következő programot például. Tehát például pont a társasnál, képzeld el, Peti, azt tűztük ki célul, és már ezen a héten ki is küldjük a korábbi társas vásárlóknak, hogy a kicsi gyerekekkel is, már az ovisokkal, általános iskola alsó tagozatosokkal is tudjanak játszani, mert van egy ilyenünk, hogy szabad életpálya, ahol egyébként bakancslistás álmokat, célokat lehet megvalósítani, nagyon jó pofa, és a pénzügyi szabadságot tudjuk bemutatni hitelesen. Ezt is izgalmas lehet már a kicsi gyerekekkel játszani, mert ők imádják. Tehát ez, hogy mit csinálunk, hogyan éljük ezt a hétköznapokat otthon, ezt is mutassuk meg, tanítsuk meg a munkatársainknak, és hát igazából arról is beszéljünk velük, hogy a pénzzel hogyan érdemes bánniuk. Mi is tettünk egyébként javaslatot itt a bizalmi kör csapatánál, hogy mit tudom én, próbálnak meg alkudni az albérleti díjból, vagy mit kezdenek a katával, de és biztos, hogy sok cégvezető megtette ezt. Tegnapi beszélgetésünkben engem nagyon megragadott az egyébként. Volt régen egy mondásom, hogy bemegyek a Tesco-ba, és akkor, amikor látom, hogy egy nem első ránézésre nem tehetős ember tolja ki a Coca-Colát és a Chio chipset a bevásárló kocsiba, akkor ennek az országnak nincsenek anyagi problémái, szoktam mondani én ezt. De hogy van-e olyan, amit akár a munkatársainknak javasoljunk, hogy ahol kezdjék a megtakarítást? Én azt gondolom, hogy ugye talán az első vagy második élőadásban, első élőadásban volt Szabó Gergő a beszélgető partnerem, és ő mondta azt a cégek vonatkozásában, hogy itt most az elkövetkező időszaknak az önmérsékletesség lesz a kulcsa a céges oldalon. Azt gondolom magánoldalon is egyébként az egyik kulcs. Mi az, amin lehet, és akkor mondjuk nézzük meg ezt először most magánemberként, de utána majd, ha megengeded, akkor egy pillanatra térjünk vissza a céges oldalra is, hogy mi az, amivel magánemberként fent tudjuk tartani a likviditásunkat, mik azok a költségek, amin húzzunk először, és mi az, amin utoljára, és majd utána fussunk egy kicsit ki a céges kérdésekhez is, de mielőtt István megszólalnám, még biztatok mindenkit, aki néz bennünket, hogy kérdezzetek Istvántól, mert én nekem meggyőződésem, hogy ha cashflow-ról van szó, akkor ebbe az országban nem nagyon van olyan szakember, akitől jobban lehet kérdezni, illetve jobb válaszokat lehet kapni. Szóval vissza hozzád, István, magánemberként mik azok a költségek, amikkel kezdhetjük a megtakarítást, hogy egyáltalán a költségeinkkel kell lekezdeni. Oké, köszönöm. Itt még egy utolsó dolog, hogy hogyan érdemes a munkáltatónak ezt az egész kérdéskört a munkavállalói felé feszegetni. Itt nagyon, nagyon fontos az deklarálni, hogy alapvetően itt most mindenki múlik, hogy hogyan halad tovább az élet. Mire gondolok? Értse meg a munkavállaló is, hogy ő rajta is múlik, hogy mennyit tesz hozzá az alapján, mennyi termelődik, és hogyan képes a cég ugye kifizetni számára például a munkabért. És akkor itt van az, hogy mindenki számolhat azzal, ami mondjuk 2008 környékén volt, hogy kevesebből kell tudni megoldani azt, amit korábbiakban nem okozott problémát többből. Mire gondolok? Annó 2008 környékén nekem is volt egy életszínvonalam, és mikor jött a válság, egy leépítés volt ott is, ahol én dolgoztam, akkor még nem vállalkozó voltam, hanem menedzser, és bizony el kellett küldenem a részlegeimből több mint 30 ember. Tehát mit csináltam? Én is meghúztam a költségvetésemet. Hogy tudtam ezt megtenni? Sehogy más, hogy mint pontosan tudtam azt, hogy nagyjából miből dolgozok. Jelenleg az emberek nagy többsége annyit lát, hogy van neki egységnyi bevétele, és a hónap végére vagy elfogy, vagy valamennyi marad. Sajnos az emberek többségének elfogy. És sajnos az emberek többségében bele van ez kalibrálva, hogy költse el a pénzét. Tehát meddig költi a pénzt a Tesco-ba, vagy bárhol máshol, amit említettél, Peti, amennyi nála van addig. És az a helyzet, hogy nem is tudják, mire mennyit költenek. És ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ebből a helyzetből azt gondolják, hogy ők nem is tudnak ezen változtatni. Most magánemberként is azt javaslom, hogy amit elmondtam a likviditásnál, nagyon egyszerűen így kell kezdeni. Megfogod, végig gondolod, hogy mennyi pénzed van. Különböző helyeken, bankszámlán, megtakarítás, befektetés,
amit egyébként tudsz likviddé tenni. Ezt összeírod egy listára. Másik oldalon pedig felírod, hogy mi az a hitel, meg kölcsön, amit vissza kellene fizetned, ha most egyenesben lenne. Akkor látod ennek az egyenlegét, hogy most pénzügyileg pluszba vagy minuszba vagy. Igazából mindegy, hogy hogy állsz, most egy dolgot tudsz eldönteni, hogy mi lesz a jövőben. Ne foglalkozz a múlttal. Egy dolgot tud megcsinálni az ember, hogy most nekiáll, és végig gondolja, hogy április hónap folyamán mire mennyit kell kiadnia. Egy csomó kiadásunk most nincsen. Nem tudunk szórakozni. Egy csomó hobbinak nem tudunk jelenleg semmit se csinálni, tehát egy csomó kiadás szint nincsen gyerekeknél, nincsen sport, nincsen külön óra, nincsen ebédbefizetés, az autóköltségeink döntő többsége nincsen, egy csomó költség most nincsen, tehát most tudsz nekiállni egy picit, végig gondolni, hogy egyébként a következő hónapodban mit fogsz csinálni. Gondold azt, hogy áprilisban ugyanez lesz a helyzet, mint most, otthon leszel. Örülünk neki, ha már mondjuk 20-a, vagy 15-e, vagy akár hányadikán már mehetünk, tehetjük a dolgokat, de mi otthon leszel. Gondold végig, mennyi pénzre van szükséged az élelmiszerre, az egészségügyre, higiénia, stb. Nyilván például ruházkodni és egyebeket nem most fog az ember ilyen időszakban, hanem azt gondold végig, hogy mi az, amit biztosan ki kell adnod, hogy az alapvető pszichológiai szintednek megfelelő életszínvonalat biztosítani tud. Azt is gondold végig, hogy interneten mire, mennyit, hogy fogsz költeni, mert igenis most például érdemes befektetned például könyvekbe. Ezért mondtam a társas, vagy bármi olyanba, amit otthon a helyi jólétünkért tudunk tenni. Több jó volt látni például tegnap Peti, nálad is a lámpákat, hogy rendezted be az irodát. Nyilván te is erre áldoztál annak érdekében, hogy komfortosan érezd magad, és jól tud ezeket az élőket leadni. Tehát ez az egész, én azt gondolom, hogy úgy áll össze, hogy végig gondolod, kiadás csoportonként megírod, hogy mire fogsz költeni április hónap folyamán, mellé teszed, hogy mi az a biztos bevétel, ami jönni fog, megnézed, hogy milyennek az egyenlege, az összes bevétel, az összes kiadás, nyilván kijön cash flow szinten, hogy pluszos vagy mínuszos lesz a hónapod. Ha mínuszos, akkor ne aggódjál, mert akkor éppen az az élethelyzetet, hogy a bevétel termelő képességed nem olyan erős. Semmi gond nincsen ezzel, mindenkivel előfordulhat, főleg ilyen időszakban, de most az az első, hogy lásd, hogy mi lesz az adott havi eredményed. És azt vizsgáld meg, hogy az úgynevezett anyagi védettség témakörében hogy állsz. Mert ez a kulcs. Ez pedig nem más, mint hogy minimum 3-6, de inkább 12 hónapnyi kiadásodnak megfelelő likvid pénzed van, vagy nincs. Ha nincsen, akkor van az, hogy most tényleg csak arra költsél, amire muszáj. És tényleg nem a munkáltatódat hibáztasd, hogy mondjuk például 4 órára visszavette a foglalkoztatásodat, és fél pénzt kapsz. Örülj neki, mert azon dolgozik, hogy megmaradjon az állásod, és miután vége ennek a helyzetnek, akkor közösen újult erővel tovább tudjatok menni. Örülj annak, hogyha most fejlesztések vannak, és tudtok mit csinálni, hogyha az alaptermelés nem működik. Egy picit nézd meg azt, hogy vajon, ha te lennél a cégvezető helyében, milyen nehéz döntéseket kéne meghoznod. Ehhez képest, hogy mondjuk a családi büdzsében éppen mire mennyit költesz, sokkal egyszerűbb, mint hogyha mondjuk sok 10 vagy 100 embernek a sorsáról te gondoskodsz. Tehát ez a lényeg, hogy a havi költségvetés tervez meg, bevétel, kiadás. A Cashflow-Mágnes közösség Facebook oldalára, ha valaki belájkolja, visszaigazoljuk és küldjük meg, vagy ott elérheti ez a havi pénzügyi tervező alapszinten is. Betesszük majd ide kommentbe, betesszük ide a videó alá is, jó? Azért van, a Cashflow Mágnesnek van egy ilyen zárt csoportja, ott minden ilyesmi elérhető, könnyen tölthető, segítünk mindenben. És igaziból én azt gondolom, hogy ténylegesen egyéni felelősségünk az, hogy pénzügyileg gondoskodjunk magunkról. Tehát az, hogy rendbe tegyük a mérlegünket, az egyenlegünket, és az április megtervezett módon utána véghez is vigyük, az rajtunk múlik. Ugye hetente egyszer-kétszer mennek max az emberek a boltba. Ha most nem tudja azt, hogy mit akar venni, nem tud listával menni a boltba, és nem bóklászni másfél órát, mint ahogy sokan szoktak, hanem mondjuk 10 perc alatt lekapkodja, amire szüksége van, megy, fizet, és a legkevesebb emberrel találkozik, nem tudok ennél jobbat. Tehát például én is piacra megyek zöldséget vásárolni, nincs az, hogy sorba álljak, berakom az acskóba, kifizetem a néninél, és már jövök is el, és szabad térbe vásároltam. Tehát én is ezt csinálom, és nem tudok pénzt költeni. És innentől kezdve sokkal könnyebb elkezdeni a tőkét képezni,
Mert a pénz szabályaiból egyébként az első az nem más, mint a 90-100-as szabály, és talán ez a legfontosabb, hogyha van 100 forintnyi bevétel, abból 90-nél többet sose költsek el. És a 10, ha az a megtakarítás, az úgynevezett tőkébe megy. Mert ha tőkébe be tudom tenni a 10-et, és gondoskodok a jövőmről, akkor nem lesznek időskori problémáim. Nem lesz az, hogy nem tudok visszavonulni, nem tudok nyugodt nyugdíjas éveket élni, mert dolgoznom kell mellettem, mert ugye mi a helyzet? A nyugdíjjárulék, az sajnos, az nem azért van, hogy gyűjtöm a nyugdíjas koromra, hanem azért van a mai magyar rendszerbe, hogy a mostani nyugdíjasoknak kifizessék azt, amit mi bedobunk, mint nyugdíjjárulék. Ez egy rendszer sajátosság. Hogy gondoljunk bele, törekszik a társadalom, egyre több a nyugdíjas, ugyanakkor a tortából nagyon nehéz több embert hollokat. Tehát vagy gondoskodok magamról, mint magánember is, és a jövőmről, vagy a jó szerencse. Igen, reméljük, hogy keveseket érint most ez a jó szerencse megoldás. Viszont az is biztos, hogy egyébként teljesen mindegy, hogy valaki céget vezet, vagy valamelyik cégnél dolgozik, magánemberként mindenki érintett abban, hogy ez a 90-100-as szabályt ezt elkezdje használni, alkalmazni a saját életére. Oké, nagyon szépen köszönjük, ez már így is nehéz lenne összefoglalnom, vagy ilyen pontokba szednem azt a sok értékes gondolatot, amit tőled hallottunk, de azért a végén meg fogom próbálni, hogyha valakinek kérdése van Istvánhoz, akkor azt meg tudja tenni most itt az élő videó alatt, hogy aztán azt élőbe feltegyük Istvánnak. Szóval ugye arról volt szó, hogy bizony magánemberként is csináljunk cashflow tervet, nézzük meg azt magánemberként is, hogy az áprilisi bevételeink azok fedezik-e az áprilisi kiadásainkat, és igyekezzünk ehhez mérten cselekedni. Visszatérhetünk egy picit a cégekhez? Mindenki, hogy, persze. Hogy a cégek, ugye említetted, hogy 3 hónapra csináljon minden cég egyfajta, vagy egy cashflow tervet a saját működésére. Mik azok, amiken a cégek, ugye itt érintetted egy fél mondattal, hogy azért az adókat csökkentették, illetve szüntették meg, mert hogy valószínűleg az lenne a befizetési sor végén. Van arra egy ilyen sorrend, hogy a cégek, és ugye ezzel együtt mondtad azt is, hogy a bérek az elsők, amit a cégek kifizetnek. Van erre egy ilyen logikus sorrend, hogy mi az első, amivel a cég foglalkozik, és mi az, amit utoljára fizessen ki, mondjuk, ha dönteni kell? Na most nulladik, az te magad vagy a cég vezetője. Mert ha te minden megvonsz magadtól, és nem tudod, hogy miből fogsz megélni, akkor megette a fene az egészet. Tehát te vagy az első. Bocsánat, hogy szabadba vágok, csak ez egy nagyon-nagyon fontos gondot, és ezt szeretném, hogyha kihangsúlyoznánk, és akár elismételnéd, hogy mert a cégvezetők többsége magát teszi a sor végére. Nem, te vagy az első. Tehát akkor tudod a 90-100-as szabályt az életedbe beéleszteni, ha te vagy a nulladik. Ha a te alapvető szükségleteidet képes vagy kielégíteni, és olyan életszínvonalat élni, ami alapján te maximálisan jól tudsz teljesíteni a céged élén, és kapitányhoz méltó életvitelt folytatsz. Ez nem jelenti azt, hogy habzsidőzsi van. De ez nem arról szól, hogy akkor elmegyek most azonnal luxus autót venni, mert ideig már Opel-le jártam, hanem ez arról szól, hogy te egy alap normális életszínvonalat biztosíts magadnak, és még eszedbe se jusson személyi kölcsönt felvenned például azért, hogy mondjuk a céged költségeit ki tud fizetni. A cégednek kell tudnia önmagát fenntartani. Tehát ne keverd össze a kettőt, és a legtöbb magyar vállalkozó itt követi el a hibát, hogy teljesen összevegyíti a céges pénzügyeit a magánpénzügyeit. Nem szabad. Tehát ha te magánemberként nem csinálod ugyanígy a 90-100-as szabályt magánemberként a háztartás és egyebek, nem fog működni a céged sem. Bocsánat, ez egy kicsi kitekintés volt, és lezártam a magánoldalt. A céges sorrend, az pedig nyilván egyértelműen a bérrel kezdődik. Tehát a munkaerőt ugye tőkére váltjuk, a tőkével fizetjük a munkaerőt. Tehát az első az a bér, ez nem kérdés. A második, ezt követően pedig az alvállalkozók, és én azt gondolom a szállítók. Tehát ha te nem kapod meg az árut, ha neked a szállítód nem fog szállítani, mert nem vagy megbízható, ha te neked az alvállalkozód nem teljesít,
akkor nem fog menni. Nyilván mind a bérnél, mind az alvállalkozóknál, mind a szállítóknál egyenként le kell ülni az emberekkel, átbeszélni, hogyha a likviditás nem engedi meg, hogy most fizessél. Nem kerülhetsz abba a helyzetbe, hogy fizetési felszólítás hegyeid lesznek, tehát ez az első, hogy ezekkel az emberekkel ülj le, és beszéld végig, hogyha véletlenül szükséges likviditással kapcsolatban átütemezést kérnél. Ne haragudj, egy gondolatra csak hadd csatlakozzak be ide, mert hogy nagyon jó ez a beszélgetés, de mindig indukál új gondolatokat, hogy itt most ugye arról van szó, hogyha egy picit lefolytanám a hétköznapokra, hogy ha már elveszítesz egy, ha már pénzt veszítettél, és nem tudod kifizetni, akkor hitelességet ne veszíts mellé. Tehát ha leülsz, mindenki meg fogja érteni. De hogyha nem ülsz le, hanem nem vállalod föl szemtől szembe, pénz mellett kapcsolatot, hitelességet vagy bizalmat fogsz veszíteni, amiből sokkal nehezebb felállni egyébként, mintha egy cég vagy egy cégvezető pénzt veszi. Az emberek az őszintességet értékelik, én azt gondolom. Tehát ez, hogy tényleg őszintén állunk mindenkihez, és elmondjuk, hogy mi a pontos helyzet, ennél jobb nincsen. Tehát nem kell azt szégyelni, hogyha valaki pénzügyileg bajba kerül. Azt sem kell eltitkolni, hogy most azonnal mondjuk a létszám kétharmadát esetleg le kell építeni azért, mert. Tehát ezeket számos példát hoztál, Peti. Nagyon jó volt ezeket hallani, hogy hol mi történt, hol mit kellett tenni, hol hogyan álltak át és működésre. És igenis, rengeteg ember fog érinteni a következő időszakban, hogy másféle munkát fog végezni, mint mondjuk az elmúlt 5-10-20 évben. Mert mondjuk egy példát, idegenforgalom. Aki idegenforgalomban mondjuk egy szállodába takarított, az most el fog menni más területre takarítani, tehát az idegenforgalomban nem lesznek meg azok a takarító emberek, akik a korábbiakban működtek, tehát valakinek majd be kell állni az idegenforgalomba takarítani, ha újra elindul az idegenforgalom. Tehát ilyen típusú gondolatokat is érdemes végig gondolni a saját iparágatba, hogy mi hogy fog történni, és már most a kollégákkal akár arról beszélni, hogy más minőségű munkát kell végezni. Alvállalkozóknak jelenti, hogy figyelj, most nem tudunk munkát adni, de figyelj oda, mert mondjuk ennyi idő múlva szeretnénk újra. Vagy legyél te is türelmesebb, mert minket se fizetnek ki, és akkor foglak kifizetni, ha megkaptam én is a pénzt, mert abból tudlak kifizetni. Nagyon sajnálom, hogy késedelem van benne. Például van ilyen generál kivitelezős barátom, akivel erről hosszan beszélgettem az elmúlt napokban, hogy figyelj, amíg nem jön be a 40 millió számlád értéke, értem, hogy a három alvállalkozónak ez nagyon kellemetlen, adjál neki valamennyi előleget, de mondom, ne vedd a hátadra, mert mi van, ha nem jön be a pénz, csak 2 hónap múlva. Tehát ezt kell látni, hogy most mindenkinek érdemes, nem is az, hogy tehát az önzőséget kerüljük el, mert azt, amit itt a boltokban látunk, hogy nem lehet kapni lisztet, meg húst, meg egy csomó minden, a rész nélkül mindenki felvásárolja, mert éppen van rá pénze, és a másiknak nem jut, ennek nincs értelme. Tehát a boltok lesznek 1 hét múlva is, 1 hónap múlva is, meg mindig. Tehát ez biztos, mert a szállítás, tegnap is hallottam a Markovics Béla egyik interjújába, hogy mennek a szállítások még Olaszországba is. Tehát ami ahhoz kell, hogy mi emberek éljünk, alapszinten működjünk, biztos, hogy mindig gondoskodni fognak róla az erre illetékes szerve. Tehát ráadásul ugye az idősek és az önkormányzatok gondoskodnak. Ez egy nagy társasjáték, amit az emberiség játszik. Pont most van az, hogy hogyan tudunk őszinték egymás hátára állva haladni, fejlődni, és igaziból ezért is jó például a saját társasunk, muszáj visszakanyarodni, mert ez egy kooperatív, együttműködésen alapuló játék, másik ilyen nincsen. Nem arról szól, mint a Monopoly, hogy veszük el egymás pénzért. Nem ez az irány. Nem azt kell nézni, hogy most hogyan tudok gazdagodni, hanem azt kell nézni, hogy ebben a helyzetben az emberiséget hogyan tudom, a körülöttem lévőket, céges dolgozókat, mindenkit, aki a céggel kapcsolatban áll, segíteni. Ezért mondtam, hogy most az első, aki arccal hozzád köthető, azoknak a kiszolgálása pénzügyileg, és minden más hátrébb van. Az iparűzési adók, jó, lehet, hogy kapsz majd egy kis kamatot, de ezek most nem lehetnek olyan fontosak, mint hogy mindenki tudjon enni. Köszönöm szépen, és akkor egy kicsit ilyen a mai beszélgetés lezárásaként, mert egyébként azt érzem, hogy bármeddig tudnánk folytatni, és szerintem meg is fogjuk találni ennek a módját, hogy még legalább egyszer ezekbe az élőkbe téged meghívjunk, és folytassuk ezeket a gondolatokat. Mielőtt a záró kérdést feltenném, azelőtt csak egy kis visszajelzés. Császár Zsolt írta, hogy
jó tanácsok, amik tőled érkeznek, és hogy ezeket mindenkinek ismernie kellene, mert akkor nem panaszkodának később sem az emberek a külső körülményekre, felismernék, hogy a saját sorsuk a saját maguk felelősei. Ezzel egyébként nagyon egyet tudok érteni én is, köszönjük szépen a hozzászólást. Szóval István, vissza egy kicsit az alaptémánkhoz, és ahhoz, hogy a cégek hogy őrizzék meg a likviditásaikat, illetve hogy a magánemberek hogyan tervezzék meg az elkövetkező néhány hónapot. Kicsit olyan ez most ez a helyzet, ahogy te is utaltál az előbb rá, hogy felfogtuk azt, hogy ezt nem egy ember fogja túlélni. Ezt vagy mindenkit, vagy a nagy tehát ezt együtt tudjuk túlélni, együtt kooperálva tudunk túllendülni ezen a helyzeten, hiszen például, és akkor itt az utolsó kérdés, például, ha most nagyon lecsökkennének a munkabérek, mert a munkaerőpiacon hirtelen egy óriási kínálat jelentkezik. Ugye az azt jelenti, hogy a vásárlóerő is kisebb, és végsősorban az egész gazdaságot a vásárlóerő hajtja, mint egy dominó. Mi az, amit ennek kapcsán ilyen összefüggésrendszerként meg tudnál nekünk mutatni, ugye egészen onnantól kezdve, hogy nem feltétlenül van érdekünk például az alacsony munkabérekben? Én azt gondolom, hogy itt most egy olyan típusú felelősség az első, hogy tényleg olyan dolgokra adjuk ki a pénzt, amire ki kell adni. Tehát most ez is egy nagy dilemma, hogy csináljunk tesztet, vagy ne csináljunk, hogy vajon elkaptuk-e a vírus. Szerintem hülyeség tesztet csinálni, édesapámnak egészségügyi laboros cége van. Azért hülyeség tesztet csinálni, mert holnap után találkozok valakivel, lehet, hogy most negatív voltam, két nap múlva meg már hordozó vagyok. Tehát ilyenre nem érdemes pénzt áldozni. Annak sincs értelme, hogy mondjuk itt egyik napról a másikra egerbe 20%-ot drágult a csirkehús a piacon, pont szemtanúja voltam, nincs értelme a drága csirkehúsból 10-20 kilót venni, hogy bespájzoljak, mert egyébként az online boltokban most ugye például a fogyasztóláda top népszerű, és egy csomó pénzt olyan dologra költsük, aminek nincs létjogosultsága. Ha visszaesne a munkaerőnek a megfizethetősége, mert pedig erre igen komoly esély van jelenleg, akkor ugye nyilván sokkal kevesebből kell tudni gazdálkodni. De ha hiszed, ha nem, Peti, mindegy, hogy mennyiből gazdálkodik az ember, a 10%-ot akkor is félre tudja tenni. Tehát ez a durva, hogy félre lehet tenni a mostaninak a feléből is. Csak egy döntés. És mikor fogja az ember eldönteni? Akkor fogja eldönteni, ha egyébként van célja. És itt visszakanyarodtunk a lényeghez, hogyha nincsen jövőbeni célom, és ez lehet egy jutalmazási szintű dolog is, hogy mit tudom én majd veszek magamnak egy autót 3 év múlva azért, mert most mondtam valamit, mert mondjuk éppen egyetemista vagyok, és stb. Lehet jutalmazási cél, egy a lényeg mozgasson. És a cégvezetőknek is ezt üzenem, hogy legyenek egyértelmű, közép-hosszú távú céljaink, mert ha ezek vannak, és látjuk, hogy hova tartunk, na akkor fogunk minden nap boldogan felébredni, tenni a dolgunkat, és igaziból az, hogyha visszaesik a kereslet, akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan ez teljes egészében kifoghatni arra, hogy akkor mi mennyibe kerül. Szerintem ezekre a becslésekre most felesleges bármit is mondani, mert nap mint nap változik. Nézzük meg azt, hogyha komoly makrogazdasági változás van, pár hét múlva, vagy esetleg egy-két hónap múlva, akkor mit érdemes tenni. A magánembereknek és a cégvezetőknek igazából nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy lássák, hogy mennyi pénzből, mire, milyen hatásuk van, és mit tudnak tenni, és a pénzhiányuk van, mihez tudnak nyúlni. Tehát ez a lényeg, és ugye nyilván első körben a cégvezető az, aki kell, hogy cselekedjen, mert ő tudja kiszolgálni a magánszektor, és ez egy közös deal kell, hogy legyen, hogy figyeljetek, ennyit tudunk fizetni, elfogadható-e. Akár egyenként le kell ülni a HRS-nek az emberekkel, hogy ki mit, hogy tud megszorítani egyenként. Vigye be a pénzügyi tervét, nézzék meg a kisebb cégeknél, stb. És ha kell, közösen dolgozzák ki. Ezért is van az, hogy a cashflow mágnes ezzel igyekszik a legjobban segíteni, hogy a pénzügyi kimutatást elérhetővé tesszük, azt majd ide be is tesszük, megbeszéltük az árcsoportunkon, mert ezért van a webshopunk. Ezért van, hogy konzultációkat tartunk, segítünk, akár humanitárius módon is. Tehát ha valaki, hogy mondjam, nagy szarba van, nyilván nem fogunk pénzt kérni. Viszont egy dolgot megint csak még ki kell emelni. Azért ez a segítünk egymásnak korlátlanul, ez nagyon jó, viszont mindenki tudja azt, hogy mennyit ér.
az ára. És ne féljen elkérni az árát annak, ami az ő szolgáltatásáért, az ő termékeiért jár, ami a piac képessége. Ne érezze úgy magát, hogy már pedig most akkor én most akkor ne keressek rajta, és ugyanannyira adjam, mint amennyi a beszállító. Ne csináld, mert a cégedet sújtod ezzel. Tehát figyelj oda az árésedre, figyelj oda a tevékenységedre, és ne hozd magad sokkal rosszabb pénzügyi helyzetbe. Nyilván legyünk szociálisan érzékenyek, ahol kell segítsünk mindenkinek, amivel csak tudunk, de ezt úgy tegyük, hogy azért a saját kárunkra, a munkatársaink kárára ne menjen. Nem is tudnék szebb zárszót elképzelni, illetve én, ha megengeded István, akkor nyitva hagynám ezt a beszélgetést már a tekintetben, hogy azt is látom, hogy ezt most itt le kell, hogy kerekítsük ezt az adást, ugyanakkor ebben nagyon sok félórás beszélgetés van még ebbe a témába. Úgyhogy, ha megengeded, akkor hívunk majd még téged, lehet, hogy a jövő héten, lehet, hogy utána héten, illetve hát akkor talán itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy nem sokára látni fogjátok, hogy lesz egy bizalmi kör online konferencia, ezt a Trust Summit-nak fogjuk hívni, ez egy 2 napos konferencia lesz, ahol 2 teljes napon keresztül például azoknak a témáknak, amiről most itt Istvánnal beszéltünk, a részletes, profi, best practice-ekkel, megoldásokkal megtámogatott előadásait fogjátok tudni így online nézni, és az előadók pedig itt lesznek, és tudnak például a kérdéseitekre válaszolni. Úgyhogy ha elfogadod ezt a felkérést, akkor ezen a konferencián is előadóként szeretettel látunk, mert az kétségtelen, hogy az a megközelítés, az a tudás, ami itt általad érkezett, az egy óriási érték. Megpróbálom összefoglalni, hogy mennyi mindenről hallottunk most. Ugye a visszafelé, hogyha megyünk a sorba, akkor talán számomra az egyik legfontosabb gondolat volt az a 100:90-es szabály, amit mindenkinek ajánlok, függetlenül attól, hogy cégvezető vagy magánember, hogy jegyezzen meg, és kezdjen el alkalmazni a cégénél és a magánéletében is, hogyha 100 egységnyi pénz van, akkor abból 90-et költsön el, és egyébként ez az alapvető eszköz ahhoz, hogy tőkét az ember fel tudjon halmozni a későbbiekben. Aztán nagyon fontos volt, amiről beszéltünk, hogy a magánemberek is tervezzék meg az elkövetkező néhány hónapot, ha csak az április, csak a május, de nagyon sokan nincsenek azzal sem tisztában, hogy mennyit költenek, hiszen a költésük automatikusan, mint a levegő, hozzáigazodott a rendelkezésre álló térhez, azaz a bevételeikhez. Most a bevételek változnak, érdemes tudni azt, hogy ki mennyit költ és melyik költéssel lehet valamit kezdeni, és hogyha ezt a cégek vonalára lefordítjuk, akkor ugye esett szó arról, hogy a sor elején a cégvezető van, azaz arra mindig kell költeni, hogy a cégvezető rendben legyen és jól legyen. A következő az a munkatársak, hogy a munkatársak bére az rendben, ki legyen fizetve, és az jól működjön. Ezután az alvállalkozók, és minden más ezután jön, akár mondjuk egy iparűzési adó, az lehet a sor végén, egy kis kamattal később is be lehet fizetni. Aztán szó esett arról, hogy a cégeknél 3 hónapos cashflow tervet érdemes csinálni. Ez a 3 hónapos cashflow terv meg fogja mutatni azt, hogy a cég éppen most egy befektetési fázisba lép át, azaz felél valamennyi tartalékot, vagy szükség lesz külső pénzbevonásra, vagy tud működni, tud annyit termelni, hogy a költségeit fedezze. Ha szükség van pénzbevonásra a cégnél, akkor pedig érdemes azonnal lépni, például a számlavezető banknál folyószámla hitelt kérni, a bankok fognak adni, hiszen nekik is ebben van érdekük. Nem tudom, István, nagyjából összefoglaltam azt, amiről beszéltünk? Nagyon jól összefoglaltad, Peti. Köszönöm szépen. Lászlóként még egy dolgot engedj meg. Van ez a siker törvénye névre keresztelt 4 kötetes Napóleon Hill kiadás. Ez novemberben jött be Magyarországra. Például ezt is, ezt is el lehet érni a webshopunkba. Nagyon ajánlom cégvezetőknek. Tehát ha csak napi 1 órát olvasásra szánunk, akkor 1 hónap alatt ezzel végzünk, és egy dolgot garantáltok, hogy ebből a 16 törvényből olyan szinten képbe leszünk a jövőnkkel, hogy az valami űrutazás lesz onnantól kezdve. Mert hogy ugye a legfontosabb üzenetet azt mégiscsak elfelejtettem, hogy akár magánemberként, akár cégvezetőként mindenkinek most érdemes előre tekinteni, érdemes megtalálni azt a célt, ami őt mozgatja, hiszen ezek a célok azok, amik végül is majd előrefelé kivisznek bennünket ebből a koronavírus
járvány krízis okozta gazdasági krízisből. István, nagyon szépen köszönöm, hogy megoldottad, hogy itt tudtál ma lenni velünk. Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést. Nektek pedig, akik néztek bennünket, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltatok, kérdeztetek, vagy csak beköszöntetek, megosztottátok a videót, vagy dobtatok egy lájkot. Ha tetszett, amit hallottatok, akkor érdemes utólag is megosztani, mert hogy ez a videó utólag is visszanézhető lesz, illetve amiben biztos vagyok, hogy fog készülni egy cikk, ami a Bizalmi Kör blogon majd elérhető lesz, ott István elérhetőségét is közé fogjuk tenni, annak érdekében, hogy tudjatok vele kapcsolatba lépni, hogyha kérdésetek volna. Holnap 4 órakor is fogunk érkezni két nagyszerű cégvezetővel, és egy meglepetés vendéggel, hiszen megkértem ma Üveges Renit, hogyha már a pénzről beszéltünk ma egy kicsit, aki a Cibbanknak a fiók vezetője, hogy hozzon minket képbe arról, hogy ez a hitelmoratórium, ez pontosan mit jelent, kiket, hogy érint bennünket magánszemélyként, hogy érint cégként, érinti-e például a leasing szerződéseket, csak a tőkét nem kell fizetni, vagy a kamatot se, kamatozik-e addig az a pénz. Sok-sok kérdést kaptunk, amire Reni majd fog válaszolni. Azután pedig majd Vezser Olanddal fogunk beszélgetni, aki a Spátrennek a tulajdonosa, és ő 2008-ban átélt már egy nagyon-nagyon komoly krízist a cégével, és eszméletlen jó vezetői meglátásai vannak a tekintetben, hogy egy csapatot hogyan lehet átvinni egy ilyen krízis helyzeten. Amit még nem mondtam el, azt, hogy kivel fogjuk kezdeni a holnapi adást, ahogy a válaszaitokból kiderült, leginkább a marketing vonatkozásaira vagytok kíváncsiak a következő körben annak, hogy hogyan kerüljünk ki az előttünk álló néhány hónapból, ezért Lackó Balázs, a Net Marketing tulajdonosa lesz majd a vendégem, akivel marketing összefüggésekről fogok beszélni, hiszen nagyon sokan megjelentetek az online térben, online tevékenységekkel, ezt valahogy el kell jutatni a lehetséges vásárlókhoz, hiszen ahogy István is mondta, ugyan most annak az ideje van, hogy összefogjunk és támogassuk egymást, de azt soha senki ne felejts el, hogy a termékének, a szolgáltatásának mi az értéke, és nem az ingyen időszak következik, hanem az értékteremtés időszaka következik. Holnap tehát 4 órakor várlak benneteket 3 nagyszerű vendéggel. Mára köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt vagytok velünk napról napra. Én Ganger Péter vagyok, a Bizalmi Kör és a BIX ügyvezetője. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést, szép estét nektek, sziasztok, szia István! Sziasztok!